Szervusztok! Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel üdvözöllek titeket a templomunk Zen és Csikung központjában. Ma este az energiáról és a tudatról lesz szó. Szeretném egy alap kijelentéssel kezdeni. Azt, amit az emberek energiának és információnak gondolnak, általában szétválasztják őket. Az energiát szeretik erőművek által termelni, az információt pedig komputerek által, és nem gondoljuk, hogy ez az emberi pszichofizikumban nagyon erősen összetartozik. Tehát, ha ránézek az emberi jelenségre, akkor bennünk az energia és az információ ugyanannak a valaminek a két oldala, vagy két aspektusa, ahogy tudod a fényt részecskeként vagy hullámként szemlélni. Ha erre rájövünk, akkor arra is rájövünk, hogy amit energiával tudsz befolyásolni, azt tudatilag is tudod. Amit tudatilag tudsz befolyásolni, azt energetikailag is tudod. Illetve, ha az energetikában változás következik be, akkor előbb-utóbb a tudatban is. Ha a tudatban bekövetkezik változás, az energetikában is. Ezek kölcsönösen függő dolgok, ugyanis ha az éremnek az egyik oldalát átfordítod, átfordul a másik oldala is. Beolvasztod az egyik oldalát, beolvad a másik oldala is. Szeretném ott kezdeni, hogy egy általános ázsiai per koreai nézetet közlök az ember és a világ kölcsönhatásáról, és itt három energiatípust fogok megemlíteni. A koreai szót a ki-t használom, a rokon kínai csi-t azt ti, és a megkülönböztetések azok így működnek. Amikor az ember megszületik, lehet látni, hogy bizonyos emberek több vagy kevesebb energiával születnek, élénkebb vagy kicsikét lassúbb tudattal, és ezt egyben Wonginek, vagy eredeti tudatnak, eredeti energiának nevezik. Az eredeti energia mindaz a karma, amit magaddal hozol, és ez kapcsolatba lép a világgal, a lélegzeteden keresztül. Ezt hívják Kong-ginek, vagy üres energiának. És mi az, amivel ő kapcsolatba lép? Az úgynevezett nagy energia, D-gi, ami mindaz a kölcsönhatás, amit a fizikusok próbálnak egy nagy egyenletbe összegyúrni, de eddig nem sikerült. Ez az, amitől háromdimenziós terünk van, egydimenziós időnk van, amitől az atomok magukban és egymás közt úgy működnek, ahogy amitől ez az elektromágneses kölcsönhatás rögzíti a mai Dharma beszédet. Az ember akkor öregszik nagyon gyorsan, hogyha leválasztódik a D-giről, mert akkor a Wongit nagyon hamar kimeríti. Általában ezt evéssel, alvással szoktuk pótolni, és különböző érzékszervi hatásokkal szoktuk felturbozni, hogy kicsit ez az izgalmi állapotok sokszínűsége. Amikor meditációval foglalkozunk, legyen az mozgásos, tárgyas, vagy mozdulatlan, tárgyatlan meditáció, akkor ezekben a módszerekben közös az, hogy a lélegzetet figyeljük. Nem csak azt, de azt mindenképp. És hogyha a lélegzetedben benne vagy, akkor nagy eséllyel hagyod a karmát, zaját figyelmen kívül, tehát a gondolatokhoz, érzelmekhez, a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz nem ragaszkodva, itt tudsz lenni ebben a pillanatban, és ekkor a Wongi, Kongi és Degi egyé válik, és ez koreaiul a Hapki, vagy egyesített energia, amely japánul az Aiki és az Aikidónak az eredete. Ez a fajta egyesített energia az egyesített tudat is, ahogy a bevezetőben mondtam, az egyé vált, felébredett, egyesült állapot, az minden embernek valahol a célja, azért valahol, mert ezt nagyon sokféleképpen nevezzük és éljük meg, és legtöbben ezt boldogságnak nevezik. Amikor az élet kezdetén, első harmadában az ember még az örömöt és a boldogságot azonosítja egymással, akkor ez szinte csak érzékszervi hatásokban testesül meg. Jól érzem magam, boldog vagyok, rosszul érzem magam, boldogtalan vagyok. Aztán ahogy idősödünk, vagy éppen haladunk az úton, úgy egyre inkább észrevesszük, hogy az érzékszervi örömök azok nem egyenlők a boldogság tudatával, megindíthatnak a felé, de tartósan garantálni nem tudják. Miért? Mert minden érzékszervhez kötött állapot három jellemzővel bír, mulandóság, függés, tökéletlenség, azaz befejezhetetlenség.
Mulandóság azért, mert ezt mindenki tudja. Kölcsönös függés azért, mert elszigetelten, önállóan, örökmozgón nem létezik. És tökéletlen azért, mert nem tudod sohasem befejezni, mindig lehet hozzátenni vagy elvenni belőle. Ezt a köznapi életben úgy éljük meg, hogy soha se elég, soha se véges, soha se elég jó. Amikor valaki energiagyakorlatokat végez, akkor mindenképpen érzi a változást a saját tudatában is. Amikor valaki tudati irányultságú gyakorlatokat végez, érzi a változást az energetikájában is. Mi a helyes út garanciája? Egyetlen egy szó, az irányvétel. Ezt most felbontom háromba. Az egyik a motiváció, ez nagyjából a múltbéli tapasztalatok gyűjteménye. A másik a szándék, ami egy jelenbéli elhatározás. És az irányvétel, ami a jövőben kitűzött célt illeti. Ha ezt a hármat összerakod, és általában csak irányvételként szoktuk ezt emlegetni, akkor ebben benne van az az irányvektor, ami a múltadat, a jelenedet és a jövődet összeköti. És ennek fontos, hogy meglegyen a navigációs berendezése, az a tudati komponense, és a hajtáslánca vagy hajtóműve, ami az energetikai része. Enélkül nem tudod élni az életedet. Vagy nagyon-nagyon bután, vagy nagyon-nagyon túlokosan, vagy mániákusan, vagy depressziósan, akármelyik mezőben követünk el hibát, a szélsőségek azok tanítanak minket, hogy azok felé egy idő után ne menjünk. Az utat onnan tudod, hogy van két széle, onnan tudod, hogy letértél az útról, mert túlléptél ezeken a szélsőségeken, és amikor a fal adja a másikat, és az orrunkkal szántjuk az altalajt, akkor tudjuk, hogy föl lehet és föl kell állni, és újra az úton járni. Ez az ember érését és néha felébredését is segítő tapasztalat. Miért mondom ezt? Mert az emberek nem mindig fordítják át a szenvedésüket a felébredés útjára, vagy a felébredés tapasztalatába. Az örömöt is át lehet fordítani, csak akkor sokkal inkább el szoktunk feledkezni az élet többi részéről. Azért fontos ezt megemlíteni, mert elkerülhetetlen, hogyha az egyiket végzed, akkor a másikat is, hiszen teljesen közös töről fakad. Gondoljuk csak Bodhidharmára, aki Krisztus után a 6. században élt, és Indiából Kínába vitte a tant. Nagyon sok legenda fűződik hozzá, egy-két muris dolog is, hogy például a teacserje az onnan származik, hogy levágta a szempilláját és eldobta, és az kinőtt, és abból lett a tea. Ezt tudjuk, hogy nem így van, hiába csillant fel a szemhez Zolo, ez nem így van. Ugye, és a teát már több ezer éve Bodhidharma előtt is kultiválták a kínaiak és indiaiak és egyéb helyeken. Viszont vannak olyan legendák róla, amelyek mindenképpen vizsgálatot érdemelnek, és az egyik tény, ami nem legenda, hogy a harcművészetet és a meditációt, az energetikát és a tudati utat egyszerre művelte, és ezért is olyanok a dharma beszédei, amilyenek. Tessék elolvasni a Red Pine által kínaiból angolra fordított Bodhidharma beszédei, vagy Bodhidharma tanítása. Nem tudom, hogy megjelent-e magyarul, ha igen, akkor mindenképpen. Nagyon más, mint ezek a jól fésült zen tanítók, akik mindenképpen a hallgatóság tetszését és szeretetét szeretnék elnyerni. Bodhidharma nagyon keményen oda teszi, hogy itt most miről van szó, tessék elolvasni. Azért fontos ez, mert kezdjük a szebbik végénél, nagyon sok meditátort látsz, akinek a teste romokban hever. Ennek nem kell így lennie. Ez a hamisan felfogott aszketizmus, amikor engeded a testet egy bizonyos pontnál tovább degradálódni vagy pusztulni, mondván, hogy te nem ragaszkodsz a testhez és az azon keresztül jövő dolgokhoz, csak ilyenkor azt felejti el az illető, hogy a segítség helyett ő lett a segítségre szoruló, mert őt kell állandóan támogatni, őt kell állandóan gyógyítani, őt kell állandóan dudlisztatni különböző edényekből, mert maga már képtelen rá. A másik szélsőség az, amikor valaki tudatilag hanyagolja el magát, és ez sokkal nehezebben vehető észre, és ez sokkal veszélyesebb, a fizikai tüneteket hamarabb észreveszed, és a tudati szélsőségek azok a magasabb energiállapotokban sokkal veszélyesebbek, mint egy alacsonyabb energiállapotban. Gondold el, hogy hirtelen jobbra rántod a kormányt. Az egyik esetben 13 km-es sebességgel mentél biciklivel, másik esetben 700 km-es sebességgel egy repülővel. Nagyon nem mindegy, hogy ez a jobbra rántás mekkora energiát módosít. És ekkor van az, hogy megnézel nagyon-nagyon fantasztikus, magas szintű harcművész gyakorlókat, és akik nem dolgoztak magukon lelkileg, tudatilag, azoknak óriási problémáik lettek.
nagyon nagy energiát gyűjtöttek, nagyon komoly képességeket sajátítottak el, és nagyon komoly problémákat okoztak maguknak és másoknak. És ezek nem a fizikai sérülések elsősorban, hanem a lelkiek. Azokat nehezebb kiszedni. Úgyhogy ez lenne az a középút, amit minden gyakorló egy idő után elsajátít. A koreai zen termeket, hogyha kérdezed, mert azért a szemekben látok kérdőjeleket, hogy hát akkor ez nálatok hogy megy? Ez nálunk úgy megy, hogy az enszerzetesek nagy része rengeteget sétál. És ez ilyen kis murisa hangzik, de hogyha naponta egy órát sétálsz egy 90 naposan, az úgy meghozza az eredményt, van vérkeringés, van légzés, stb. Bodhidharma után a körülbelül 5-6 generációval már szétvált a harcművészet és a meditáció. Nem gyakorolhatták egy idő után együtt, különösen, amikor a Tang dinasztia vége fele, Kínában már a népesség 10%-a volt, vagy szerzetesnő, vagy a templomban, templomhoz közel élő világi buddhista, akik csak ezzel foglalkoztak. Tehát ez egy óriási szám. Olyan szellemi átalakulás volt, hogy differenciálni kellett. Az események, ugye Bodhidharma óta eltelt generációk eseményei ezt is igazolták vissza, hogy nem lehet együtt tartani a kettőt, bár nagyon jó lenne. Nagy tömegben ezt már nem lehet ilyen differenciálatlanul tanítani ebben a komplexitásban, ahogy az eredetiben volt. És ha elmész Tajvanba, mai napig vannak harcművész, belső és külső irányzatos kolostorok, és külön a tiszta föld, és külön a meditáció. Koreában is vannak úgynevezett szonmudó, vagy egyéb Shaolin leszármazott harcművész kolostorok, de egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány, és csak a Csogjerennek van 3000 temploma, legalább alsó hangon. Az összes többiben vagy szertartás van, vagy meditáció van. A koreai zentermek azok úgy, ha megszámolom azokat, amik tényleg működnek, és nagyon ugye jegyzettek, azokból körülbelül pár tucat van. Itt körülbelül a 10-12-től a 40-45 fősökig mind lehet gondolkodni, és egy nagy közös vonás van, hogy itt jogáznak. Nagyon komolyan jogáznak. Egyszerűen azért, mert a harcművészetet nem engedik az enkolostorokban. Képzelj el egy csak hímnemű társadalmat, 2090 nap változó legénység, hát az a beilleszkedési folyamat az néha nagyon nyűgös. Úgyhogy ezért nincs harcművészet az ilyen helyeken, de meditáció, jóga, séta és fizikai munka bizony van. Tehát ez is a meditációhoz adja az energiát, és előbb-utóbb, hogyha megnézed akár a nyugati, akár a keleti harcművész iskoláknak a történetét, azok maradtak szellemileg stabilak, akik valamilyen meditációs munkát is végeztek az energetika és az erőfejlesztés, meg készségfejlesztés mellé. A bevezető utolsó darabjaként szeretnék egy picit a tantienről és a mikrokozmikus energiakörről beszélni. Mint azt sokan tudhatjátok, a zen az a buddhizmus és a taoizmus találkozásából származó eredetinek mondott, de egyébként egy szinkretisztikus hagyomány. Az északi átadási vonalban a legnagyobb esemény az az volt, amikor elérte a taoista-konfucianista kultúrát a buddhizmus, és ekkor egy nem is dupla, hanem tripla egység jött létre, ami a mai napig látható Koreában, lévén Korea az utolsó nagy konfuciánus társadalom, ami az elmúlt 20 évben a jégsapkákhoz mérhető mértékben erodálódott. Erodálódott, mint csoportkultúra, és megjelent, mint egyénített, individuumokra szakított kultúra. Az általam nagyon közelről szemügyre vett elmúlt 20-22 évnek ez volt a legnagyobb paradigmatikus változása. És megkérdezik néha, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, és azt mondom, hogy sehogy, sőt, meg kéne gyorsítani, hogy még azelőtt legyen egy hatalmas, katartikus kiábrándulás, hogy a nagyapáik meghaltak volna, vagy a nagyanyáik. Mert akkor még van mire emlékezni, és van hova visszamenni. Ez 1600 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy a buddhizmus több hullámban a Buddha ideje után már 4-500 évvel, tehát olyan Krisztus körül elkezdett áramlani szépen lassan Kínába, folyamatosan évtizedeken keresztül vitték a szutrákat, alakultak a kisebb remeteségek, templomok, eltelik újabb 500 év, és a már említett Bodhidharma nevű úriember oda megy, és lefekteti a zen 4 alapelvét, nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a megvilágosodás egyenlő igazi önvaló megtapasztalásával, és közvetlen tudattól tudatig történő átadás.
Ez a négy alapelv fel van vésve kőbe azért, mert ettől zen a zen. Az összes többi lehet nagyon szép, buddhista, taoista, konfucius, egyéb ugye, vallás, társadalmi rend, szellemi út, de ettől a négytől zen a zen. És amikor ez eléri Koreát, az körülbelül a Silla dinasztia, és ez alatt rakták le a buddhizmus alapjait Koreában nagyon komoly királyi és nemesi segítséggel, ekkor épültek a főbb templomok, és bizony a taoista meditációs kultúra nagyon-nagyon komolyan áthatotta mind a kínai, mind a koreai részt, a japánt kevésbé, illetve eredetileg megvolt, csak a szamuráj kultúra egy picikét ezt átírta. Ez egy külön fejezet, ezt most nem nyitom meg. És innentől kezdve lehet azt látni, hogy van egy nagyon-nagyon világos, megvilágosodás orientált út, amely taoista egyszerű világos meditációs technikával dolgozik, és van egy konfuciánus társadalmi beágyazottsága, amely így vagy úgy működött az elmúlt 1600 évben, vagy mint megtűrt, vagy mint erényes ugye, tagja a társadalomnak. Elég az hozzá, hogy ez a bizonyos tantien, ez az a bizonyos pont, ahol te a legnagyobb energia és tudati kapcsolattal rendelkezel az univerzum felé. Ezért látsz minden ilyen képen, ahol mahamudrát gyakorolnak, egy olyan állapotot, ami egy nagyon összeszedett, éber egyé vált állapot, és ez emellett, hogy ide koncentrál, aktiválja spontán a tudat és a test öntisztító és részben öngyógyító képességeit. Ez nagyon fontos. Ti, akik az energiacsatornákkal és egyebekkel is foglalkoztok, tudjátok, hogy ezek a csakrák, ugye a felsőbb csakrák nagyon le tudnak terhelődni különböző karmikus hordalékok és egyebek által. És az, hogy emberek vagyunk, az involválja azt, hogy ugye középső és felső égetőben differenciálódunk egy bizonyos érzelem, más bizonyos érzelem típusában, itt a beszéd, itt a gondolkodás, és itt pedig az érzékszervi hatások. Na most a fizikai differenciálódásról nem kell beszélni, hiszen a nemzetszaporulat azt tudjuk, hogy hogyan létre, de a lényeg az, hogy amikor ez a mikrokozmikus energiakör vagy bedugul, vagy ellenirányban működik, akkor szoktuk kiégetni magunkat. Akkor kapunk kognitív vagy érzelmi baleseteket, mert az utolsó ilyen fogalom, amit beszeretnék ma vezetni, ez a sangi, a felszálló csi, az a fajta energia, ami a tantien felől, a test előlapján hirtelen a szív, a torok és a homlok csakrára egyszerűen berobban. Nem csak, hogy felszáll, szinte felrobbantja, ekkor kapsz szívinfarktust, ekkor szorul el a torkod, ekkor kapsz agyvérzést, vagy elönt az epe, elönt a dű, stb., vagy üt a szél. Nézd meg, tehát ezeket mi tudtuk, csak a rendszer veszett el, de a szóképekben nagyon komolyan megőrizte a nyelv. Amikor helyes meditációt, per energiagyakorlatot folytatsz, ez a mikrokozmikus energiakör visszafordul, és a test előlapján megy szépen lefele, tantienben tárolódik, ez az energiakert, ezért hívták ezt tantiennek, energiakert, és utána szépen megy a test hátlapján megint föl, nem akad el, és megint jön szépen az előlapján vissza. Ezt azért érdemes tudatosítani és a különböző módszerek részévé tenni, mert ez az életbiztosításod arra, hogyha egy nagyon rossz e-mailt kell elolvasni, nagyon szenvedésteli SMS-t kell írni vagy olvasni, vagy pedig megnyitni azt az e-mailt, amit sose akartál, de mégis megjött, akkor nem kapsz akkora erővel sokkot. Még mindig meg fog rázni, de nem mindegy, hogy 2 volt ráz meg, vagy a 220 ráz meg, nézd meg a jobbra fordulás hirtelenségét, hogy te mekkora energiával engeded azt az érzelmet érvényesülni magadban, vagy azt a gondolatcsomót érvényesülni magadban, az nem mindegy. Összegyúrok egy 10 köbcentiméteres papírgalacsint, akárkihez hozzávágom, túléli. Összegyúrok egy 10 köbcentiméteres ólomgolyót, és bárkit meg lehet vele ölni. Tehát ezért nem mindegy, hogy az energiát kiveszed az információból, vagy hagyod benne. És mélyebben az azonosulást benne hagyod, vagy kiveszed belőle. És ekkor lehet a praktikus alkalmazását is látni, amivel szerintem ti nagyon sokrétűen tisztában vagytok. Úgyhogy most szeretném a bevezetőt abba hagyni, és a kérdéseiteknek teret nyitni. Jó, szóval ez az energiakör, amit mondtál az előbb, hogy közlekedik itt az előső oldalon. Ez zárul akkor, amikor itt a nyelvünket a szájpadlás Igen.
az. Igen. És egyébként pedig nem, tehát egyébként pedig... Zárható az ajkakon keresztül, azért nem zárjuk a fogakat, mert akkor megakad a fejben, akkor vicsorít. Akkor megakad itt. Ajkak zártak, fogak nem zártak, és a nyelv a lágyszájpadon fönt. Ez a legteljesebb kapcsolat, amit fiziológiailag biztosíthatsz a koponyában ahhoz, hogy szépen lefele menjen. Ha, tehát ez a fontos benne, hogy ez itt az előső részen lefele közlekedik. Így, pontosan. Pontosan. Köszönöm. Szívesen. Ha jól emlékszem, a leges rájtásod az volt, hogy a tudat és az energia egy valaminek a két oldala. Így van. Most azt tudom kezdeni, hogy ez tulajdonképpen egy axióma, vagy pedig ez valahogy bizonyítani is lehet? Lehet. Csak nem tudományos, hanem empirikus alapon. Megkérek mindenkit, hogy emelje fel a kezét ide a szívvel, mint hogyha egy lencsét tartana. Körülbelül olyan 5-7 cm-es távolságban tartsuk meg. És arra kérek mindenkit, hogy lélegezzünk ebbe a lencsébe, ebbe be és ebbe ki. És most a belégzésnél kb. 5-10 cm-re húzz szét a tenyereidet, és kilégzéssel told vissza a szokásos 3-5 cm-re. És már 15-20-ra is szétszedheted. És ismét állítsd meg az eredeti távolságban a mellkas előtt, és szintén lélegezz bele, még bele is nézhetsz. Nagyon jó. Akkor most kérek, hogy mindenki válaszol egy párt magának, miután rögzítette azt az érzést, ami most a tenyere között van, minden szempontból, tehát rakd el, mint egy diaképet magadban, és melletted levő párt választ, és rakjatok össze két kezet úgy, hogy a hüvelykújjak ugyanazon az oldalon legyenek, mindegy, hogy bal vagy jobb. Ugyanígy egy partner kezet találj, és lehet mind a kettőt, lehet csak az egyiket, általában kényelmesek vagy csak egy, és ez az. Hüvelykújjak ugyanott legyen, ez az. És ne érjen egymáshoz, kb. 3 centi, 5, és a másikat leteheted az anyagot. És ugyanaz, mély egyel benne, nézzél rá, fókuszáld a figyelmedet a két tenyér közé, és szép alhasi mély légzéssel rögzítsd azt az érzést, azt a tartalmat, amit érzel a két tenyér között, és elég is lesz, köszönöm szépen. Csinálhatnánk még pár cserével, de elég az egy egyszeres kontraszt, majd ezt még, ha van kedvetek, gyakorolhatjátok máskor máshol. Tegye fel az a kezét, akinek nem volt valamilyen kicsi hőérzet a két tenyér között, ami változott azzal, hogy ugye széthúztuk, összetoltuk. Itt mindenki gyakorló, tehát biztos, hogy megvolt ez az energia felgyülemlés. Ez a tenyereknek a nagykapuin kiáramló csínek a felgyülemlése, és amikor széthúzod és összenyomod, akkor ennek a mennyisége változik. De hogyha nagyon sokat gyakorolsz, akkor akár idáig is széthúzhatod, és még mindig van komoly energiakapcsolat. És a kontraszt az az, amikor a partnerrel gyakoroltál, hogy a két tenyér közötti érzés, ez más volt, mint a két saját tenyér közötti érzés, akár hőérzetben, sűrűségben, egyébben, és ha még jobban felbontod, akkor egy csomó egyéb vonatkozásában is más. Miért? Mert más az ő információ tartalma, és más a tiéd. És ez akárhány emberrel elvégzed, ez így van. Tehát ez empirikus és nem tudományos, de ha ezen az úton tovább mész, nagyon érdekes dolgokat lehet találni. Mellékszálnak, nem akármi. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Engem így ez a karma és az energia, energiának és a tudatosságnak az összefüggése érdekel, hogy meg ez az útkeresés. Engem mindig ez a kérdés merül fel bennem évek óta, hogy mi az utam. Igen, és az útkeresés, hogy függ össze az utamkeresése, a karma, mert nekem így valahogy néha, szóval hogy egy elég nagy káosz mondja a fejemben. A karma és az út találkozása, amíg az ember nem lát rá a saját szokásaira, a saját személyiségére, amíg nem ismerte meg magát kellőképp, addig a másik embert és a világot sem ismerte meg kellőképp, ekkor úgy érezheti, hogy ő neki sorsa van. Mihelyt a sorsot, ugye kicsikét közelebbről megnézte, rájön, hogy a saját döntéseinek a summázatáról van szó, amire hat a világ, és ő is a világra hat. És akkor a
felismerés világos, tiszta terében döntéseket tud hozni. Az ilyen módon hozott döntések az útválasztó döntések. És ekkor a sors helyett elkezd útja lenni, és az a karmikus teher, amit addig vitt, az adósságból eszközállomány lesz. Akár lehet ugyanaz a személyiség, de nem lesz ugyanaz, hiszen kihajítja magából a felesleget, és beemeli a szükségest. A karma pedig ugyanígy energia és információ összessége, akkor is, ha ez anyaggá szilárdul, akkor is, hogyha ez mentális síkon megmarad, vagy érzelmén, ne feledjük. A karma pedig a döntés és következménye, a cselekvés és az eredménye, ezeknek az ismétlődése, az egymásba fonódása, a tulajdonságokká szerveződése, a szokásokká való sűrűsödése, ezek személyiség elemekké való szerveződése, és ezeknek a személyiségé való szerveződése, a személyiségek családdá csoporttá való szerveződése, a csoportok családok társadalommá való szerveződése, a társadalmak civilizációvá és emberiségé való szerveződése, és ezt hívjuk emberi karmának, az legapróbb döntés kvantumtól kezdve a teljes volumenig, ami 7 milliárd plusz 1-2 millió embernek a jelenlegi mentális, érzelmi, szóbeli és fizikai kontinúma. Nagyjából ez a karma, így. Ahol az egyén, mint nézet, az egy köztes termék. Van nálunk kisebb, és van nálunk nagyobb is. És megint csak, ha megváltozik az energia, megváltozik a tudat is, ha megváltozik a tudat, megváltozik az energia is. Sose felejtem az első meditációmat, amikor leültem, és hirtelen azt éreztem, hogy így elönt a hő. És ebben a hőségben teljesen másképp láttam azt, hogy az érzelmek mik és a gondolatok mik, és pár hónappal, pár évek később, amikor ez az első nagy élmény ez elment, az első tantien tapasztalat az iszonyú jó tud lenni, amikor ez elment, akkor ahogy a karmát feloldottad, abban elképesztő energiák jelentek meg. Tehát az energiát véve az információt is meglátod, az információt véve az energiát is meglátod. Ahogy ezt mondtam, ez egy azon valaminek a kétféle megnyilvánulása, ahogy a fény lehet hullám természetű és részecske természetű egyaránt. És ebből tudunk mi karmát teremteni és karmát elvenni. Mi az, amit kulcskérdés, nem a karma léte vagy nem léte, mindenki a karmától akar megszabadulni, inkább a saját egoitásunktól szabaduljunk meg, hölgyeim és uraim, ha lehetséges. A karmával semmi baj nincs. Csak megkötöd? Magadévá teszed? Elsajátítod? Ítéled? Beleteszed a múltba, jelenbe, jövőbe, és ott hagyod? Vagy pedig tudatosan használod a felébredés elérésre és mások segítésére? Ez ugyanúgy karma. Tehát nagyon fontos, hogy ne a szekeret üssük, amikor az nem mozdul, hanem lehetőleg a lónak adjunk egy kis abrakot, és akkor az motiválja magát, és húzza a szekeret. Jó? Meg szeretném kérdezni, hogy mit kell csinálni meditáció közben? Semmit. A meditáció attól miért tetsz, mert semmit nem csinálsz. Nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat. Minden más kényszermozgás. Vagy módszer, ami a kényszermozgásokat óhajtja visszahozni a nem mozdulóba. Tehát a mantra egy olyan felvett kényszermozgás, ahol egy ciklus teljesít a tudat többször. Ez úgy működik, mint egy mentális centrifuga, és a zajodat kicentrifugázott magadból. És akkor megmarad ez a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat. Az eredeti tudat az nem születik és nem hal meg, az eredeti tudat az nem mozdul, és éppen ezért látsz mozdulatlanságban ülni embereket nagyon-nagyon sokáig azért, hogy megtapasztalják a nem mozduló test, nem mozduló beszéd és nem mozduló tudat állapotát. Ekkor tűnik el az én élmény, így úgy, teljesen. Tehát te, mint elkülönült entitás, akkor megszűnsz létezni. Ahhoz hasonlítható, van egy háromzáras széf, mindegyik a nullára nyílik, és amikor kinyitod, nem találsz benne semmit, de a széf eltűnik. Megvan? Hakuin ezt így fogalmazta meg. Majom lógaszkodik a tó fölött, eped a hold után, míg eljön érte a halál. Engedné csak el az ágat,
a víz mélyébe tűnne, és a világ vakító fényeltelne meg. A légzés figyelésre szeretnék rákérdezni, hogy én azt tapasztaltam magamon, hogy bármikor ezt megpróbáltam, akkor belezavarodtam a saját légzésembe. De hogy? Hogy lehet egy légzésbe belezavarodni, most ne haragudj. Jó kérdés, de tehát az a lényeg, hogy tehát egyszerűen nem tudtam figyelni, mert inkább tehát próbáltam elsegetni a gondolataimat, hogy ne figyeljem inkább a légzésemet. Tehát ez egy kettős dolog volt. Ne keverjük össze a kutyát a pórázzal, nem mindegy. Azt kell mondani, ijesztő tud lenni az, amikor figyelem a légzésemet, és azt nézem, hogy most fogok lélegezni közben, vagy nem. Mert ha nem, akkor lehet, hogy ma meghaltam. Hogy van egy ilyen spirál, bele tudom magam. Ugye nem vagy belső ellenőr sehol? Nem. Jobb is, mert akkor végig ellenőrizni a mindent és mindenkit állandóan. Ugyanis ez egy önellenőrző tudatosság. Ez az önellenőrzés a félelemre alapszik, és figyeld tovább bátran a légzésedet. A légzésedben nem tudsz belezavarodni, ez egy egyszerű oxidációs folyamat, a különbség 22% oxigén, kb. Ennyi, ennyit építünk be és oxidálunk, a többit kilélegezzük. Rendkívül egyszerű. De azok a tudattartalmak, amelyek ezen közben megjelennek, azon bizony nagyon sokszor ilyen hátraszaltó élmény. Javaslom, csinál tovább, mert akkor a kognitív hátraszaltók rétegéből el fogsz jutni az érzelmi rétegig. Na, ott van még nagyon érdekes élmény. Hogy te hogy tudsz érezni emberek felé, meg ők valójában mit közvetítenek feléd. Ez a gyöngéd mosolyott a sarokban, te. Tehát a lényeg az, hogy... Ne dőj hátra, attól még ott marad. Lényeg az, hogy nagyon fontos azt látni, hogy a lélegzeted az mit köt össze. Tehát összeköti a világot és téged, és a benned lévő tudattalan tartalmakat nagyon komolyan felszínre hozza. Magyarul mindazt az akadályt kezdj el elpárologtatni, amitől te és a világ még nem vagytok egyek, amitől még ez az egyéválás nem következett be. Ehhez csak a tudat nyitottságát kell megőrizni, és azt, hogy merd látni. Egy idő után nem tudsz kitérni előle. Egyrészt ez egy öntisztító folyamat, ha rájöttél, akkor már akarod. Az még nem jelenti azt, hogy ne ijednél meg tőle néha-néha. De én azt hiszem, hogy csak egyszer-kétszer kell egy archetipikus pofont kapni az embernek úgy alulról, hogy rájöjjön, hogy itt nem az van, amit hisz. Nem az az 5% tudatos személyiség ő, akit magának gondol, hanem még ott van 95% tudattalan az összes infóval, amit még nem látott. És hangsúlyozom, ezeket nem tételesen bitről bitre kell látni, különben több élet nem lenne elég, mivel több élet alatt halmoztuk föl. Hanem azt kell látni, ami rendezetlen. És az megmutatja magát. Teljesen spontán. Nem kell hívni meg, külön sorakozót tartani. Rendezetlen karmák, sorakozó! Tehát nem így van. Engeded, azt jönnek, mert ez ordít a leghangosabban. A legéhesebb, a leghangosabb. Tehát az fog ordítani, és majd jön szépen belül fölfelé, és a látás az a gyógyulásnak az első fázisa, a meghallgatás a második, és a harmadik a kiegészülés. És ekkor tudod megtenni azt, amit eddig nem. Ekkor tudod elgondolni azt, amit eddig nem. Elvállalni azt az érzelmet, amit eddig nem. És... ami eddig felesleges gondolat, érzelem, cselekvés és beszéd volt, azt bátran elmered hagyni, mert nem azonosulsz vele többet. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ha már a légzésfigyelésnél tartunk, és ezzel kapcsolatban, nekem megvan ez az élmény, hogy így eltűnik az én. És tehát, hogy csak az az érdekes benne, hogy ha onnan indul az egész folyamat, hogy légzésfigyelés, amikor már nincs én, akkor kivesz levegőt. Tehát, hogy nekem ott, most, hogy visszaemlékszem, ott szerintem ott így ez is megszűnik, ez a figyelés bennem. És igazából azt szerettem volna megkérdezni, hogy ez nálad, ez hogy működik, vagy mi az a... Tehát nyilván van ennek magas iskolája is, hogy ez hogy néz ki a te folyamataidban. Én ezt az elején még úgy éltem át, mint te, utána elfeledkeztem róla. Azért kellene elfeledkezni róla, mert amíg van éntelen élmény és énes élmény megkülönböztetésed, addig nem teljes a tapasztalás.
Az előbb-utóbb az egész visszaolvad egy olyanba, ami nem definiált. Ezt hívjuk nem tudhatónak a zenen belül. És azért van ez, mert hogyha van egy éntelen élményed, azt már egy más nézőpontból reflektálod, hiszen az éntelenség állapotában nincs én, nincs ami mondja, nincs ami beszéljen. Amikor pedig már reflektálsz, akkor megjelent egy újabb én, és ezt nem kell minősíteni, mindenkinek olyanja van, amilyen. Csak az eredetileg éntelenség tana, az anátman tana, az akkor kerül középre, hogyha sem az éntelenséget, sem az énességet, mint komponens nem vesszük alapul. Nézd meg, a fáknak nincs olyan problémája, hogy ez most önző vagy nem önző, hogy tavasztájt virágzom. Ezért a taoista elem a zenben óriási kincs, mert mindent visszavezet a természet működésére, mert felismerte mélyen tapasztalati úton azt, hogy a természet működése az ember működése is, de az ember működése nem mindig a természet működése, nézd meg, mit csinálunk. A legnagyobb idegen bevándorló ezen a földön az az emberi faj. Tehát nem tudjuk felfogni, hogy pontosan milyen környezetben vagyunk, önmagunkat sem ismerjük, és ezért elkezdünk kognitív alapokon gondolkodni. A gondolat nagyon fontos, csak ne azt vedd abszolút alapul, amit elgondoltál. Azt vedd alapul, ami gondolkodik. Ha énben gondolkodsz hiba, ha éntelenben gondolkodsz hiba, ha számodra az ég kék és a fű zöld, és ez itt megáll, akkor az teljes. Jó? Szükség van mind a két élményre, és rájössz, hogy egyik sem tartható. Nem tartható a folyamatos, változatlan én élmény, nem tartható az ellobbant, éntelen élmény, amire úgyis később reflektálsz, hiszen akkor nem tudsz, attól szűnik meg, hogy elkezdesz reflektálni rá. Tehát van egy olyan középút, amiben sem én, sem éntelenség nincs. És ekkor lehet azt mondani, hogy a világ ilyen, éppen ilyen. Az ég kék, a fű zöld, éhes vagyok, eszem, más valaki éhes, enni adok neki. És ekkor visszatértünk a természetes működéshez, azon az áron, hogy fel kellett ébredni, és előtte szenvedni, és tapasztalni az énest, az éntelent, ezek mind rendben vannak. Csak ha megfigyeled, ezek a tapasztalatok jönnek és mennek, keletkeznek és elmúlnak. Akkor ér célba minden, ha a tapasztaló világossá válik, de a tapasztalat önmagában nem abszolút értékű, hiszen mulandó, helyzetfüggő és tökéletlen. Ezért egyik tapasztalat sem azonos a tapasztalóval, de ha helyesen járjuk az utat, akkor a tapasztalatok sorát rendezhetjük úgy, hogy igazi önvalónk nyilvánvalóvá, tapasztalhatóvá váljon. És akkor kivettem belőle az ént meg az éntelent. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Neked mi a véleményed azokra a dolgokról, hogy asztrológia, szemmisztika, ezek az olyan dolgok, amit a jövőt kutatja, vagy hogy az emberek úgy hozzák a döntéseiket, hogy más egy ilyen úgymond szakértő, egy szemmisztikus, vagy egy asztrológus, vagy bárki megmondja, hogy utat mutat neki, hogy akkor ebbe az irányba menjen. A látó megvakít, a jós elveszi a jövődet. Ezek mind segédeszközök, és vannak olyan időszakok, amikor segédeszközre van szükséged. És pont az asztrológia az, ami nagyon érdekes, mert a magaddal hozott karmáról egy részleges, szimbolikus, közvetett képet kapsz. Nem teljeset, nem közvetlent, tehát nem olyas valamit, amit te tapasztaltál, hanem egy rendszer szimbolikáján, vagy szignatúra rendszerén keresztül szépen interpretáltak. Ez nagyon hasznos lehet az önismeret bizonyos fázisaiban, de egy idő után egy darab képlet nem segít rajtad. Tehát rohangálsz asztrológushoz, amennyit akarsz, és egy bizonyos fázisú segítséget kaphatsz, de egy idő után a magadon elvégzett munkát ez nem helyettesíti. Sem egyéb karmikus olvasat, ezek mind bizonyos nézőpontból, bizonyos rendszer függvényében általában szimbolikusan szoktak neked mondani, ábrázolni dolgokat, az a fontos, hogy ezeket mind a helyékre tegyük. Tehát ne gondoljuk azt, hogy helyettünk lehet döntéseket hozni, azt se gondoljuk, hogy csak nekünk, a csak saját kútfőből lehet, mert néha jó embereket megkérdezni, akik nagy ember és világismerettel bírnak, és
Itt azért megkülönböztetném azt, hogy valaki csak akadémikus, tehát csak könyvből dolgozik, és külső forrásból, vagy pedig dolgozik magán is, és a rendszert is működteti, mert ekkor párosulhat úgy a saját intuíciójával maga a rendszer, hogy segít artikulálni azt, amit kommunikálni szeretne, amit a rendszer nélkül vagy nehezen hinne el az alany, vagy pedig egyáltalán nem. Mert honnan tudja? Hát itt van a képlet. De nem a képletből mondta, belőled mondta. Jó? Csak ennek a felismerése, kommunikálása, verifikálhatósága, ez mind függ attól, hogy van-e valami ugye, objektívnek látszó dolog, de hát azért itt emlékeztetnék a jelenségek üdesség természetére, hogy mi adjuk a jelentésüket és funkciójukat. És akármennyire is rendezetnek tűnik a képlet, akkor is azt egy adott tudat látja, interpretálja, illetve befogadja és hasznosítja. Tehát lásd meg azt, hogy pontosan miről szól ez, és a deskriptív leíró tanokat tedd a megfelelő dobozba, és a generatív létrehozó cselekvő elvevő tanokat pedig a másik dobozba. Itt szeretném azt gyöngéden mondani, hogy az asztrológiai lenyomat, az a fajta olvasat, ami a védikus, perzsa, kínai, egyiptomi, bármiféle asztrológiai rendszer szerint történik, az nagyon hasznos tud lenni, ha te tovább lépsz, ha te azt az utad részeként használod, és nem várod azt, hogy az olvasattól te megváltozol, nem változol meg, csak elsajátítod egy újabb A4-es lapnyi információt. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos történet, és azt is mondanám, hogy azért fontos az inkarnálódott tudat megismerése és a személyiségre való rálátás, mert csak született állapotban tudsz karmát teremteni és elvenni. Test nélkül nem megy. Ezért fontos megbecsülni az életünket. Rengeteg más oka is van. Az önrendelkezésünk és a spirituális felnövekvésünk szempontjából, a megvilágosodás és a felébredés elérése szempontjából az inkarnációnak akár emberi, tehát nagy kockázati tényező és hamar lejáró, vagy pedig más típusú inkarnációk, amiket most nem ismerünk, iszonyatos nagy szerepet játszanak. Tehát csak lélekállapotban, test nélkül nem tudsz se teremteni, se lebontani. Ezért kell gyakorolni azt a látást belül, ami ezt az egészet megismerhetővé és művelhetővé teszi, amitől az utad az lesz, amit tényleg te akarsz, és nem az, amit statisztikai valószínűségként magaddal hoztál a születésbe. Mert ebből lesz a sors, ha adottnak veszed. Ugye? Mi? Hát ez csak az én életem, semmi közöm hozzá. Ja. Egyéb kérdés? Ugye szó volt a testről, a lélekről. Ugye van egy olyan megközelítés, hogy test, lélek, szellem. Erről mit tudsz mondani nekem? A test az a hardware, a lélek az a software, a tudat az operátor. Tehát nagyon sokféle bontása van az emberi létnek, hogy ez a pszichofizikum hogyan épül föl. A buddhizmusban rendkívül világos és egyértelmű ez a szerkezet. Van az 5 plusz 1 fizikai érzékszerv, az 5 ugye a szem, fül, orr, nyelv, test. A 6. az az értelem, amit a keletiek szintén érzékszervként fogtak fel, hiszen a gondolatokat érzékeli és teremti egyben. És aztán van még 2 nagyon komoly komponens, a megkülönböztető és ítéletalkotó tudat, ez a 7-es, manasz, és a tárháztudat, a 8-os, az állaja vizsnyána. Nagyjából ez a 2, a 7-es és a 8-as nevezhető a léleknek. A 6-nál van az átfedés, hiszen a saját CPU-d, a saját processzorod, az ugyanúgy lélektulajdonság, csak a 6. külön regiszterben jelenik meg, ami viszont nagyon erősen fizikai. Honnan tudjuk? Hogy először azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe, mert racionálisan tudunk gondolkodni, aztán rájövünk, hogy mennyire korlátoz minket a fogalmi gondolkodás, amikor magasabb szintű megismerésre törekszünk. Itt van az átfedés. Tehát 6-os, 7-es az a lélek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 az a test, és van egy valami, aminek nincs száma, amit úgy hívunk, hogy buddha természet, vagy önvaló, vagy megvilágosodott tudat, amik ezt az egészet látja. Ez a tudat, ez az eredeti tudat az, ami nem keletkezik, nem múlik el, nem születik és nem hal meg, hanem ha
ráébredtél és abban tudsz megmaradni, akkor életeken és halálokon keresztül változatlan marad. Miközben a lélek bármely tartalma változhat, az összes gondolatod, érzelmed, emléked, beszéded, cselekedeted, minden változhat, minek függvényében a hetes működésében, hogy mi az, amit identitásként megkötsz, mi az, amit te vagy, mi az, amit te gondolod, érzed, azonosítod magad. Ez a hetesben dől el. Ekkor tudsz egy emléket megkötni, de azt is tudod, hogy elengeded. És akkor ez el tud porlani. Mitől él? Attól él, hogy energiát és információt teszel bele. Az információ az, hogy ez én vagyok, az energia pedig az, hogy szeretem és nem szeretem. Kell vagy nem kell. Tehát megszüntetsz minden duális viszonyt az adott tudattartalommal, utána kivonod az azonosság tudatot belőle, és el van boronálva. Egyszerűen a helyére került, egyszerűen elment oda, ahonnan jött. Ez az, ami nyugaton nagyon nehezen képzelhető el. A minden nyugati disziplina, a pszichológiát is beleért, egy fix ego struktúrával él, aminek bizonyos elemei, hogyha hibásak, akkor kicserélem, de ez egy abszolútnak vett struktúra, hogy neked mindig van egy fix éned és egy személyiséged, és ezt tudjuk, hogy nem így van. Ez lebontható a kérdőjel, nem tudjuk, és visszatéríthető, szublimálható a kérdőjel, nem tudjukba. Ezt hívjuk nem tudhatóba. Tehát ez azért fontos, mert ez megismerhető, és az én állapotok, amiket idézel, akár mozgásban, akár statikusan, ezek rádöbbentenek arra, hogy most egy pillanatra nem tudom, hogy mi volt. De most, hogy reflektáltam rá, most már tudom, hogy nem tudtam, és már el is veszett ez az állapot, de valahol mégis megvan. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes, hogyha fogalmilag ezt definiálni szeretnéd, csináld. Csak csináld. Olvastattam itt kóbor módon Buddha beszédét és minden egyebet gyakorlatilag, tehát nagyon keveset tudok a buddhizmusról. Viszont egy dolognál megakadtam. Mi a helyzet Istennel a buddhizmusban? Nem érintjük a témát. Tehát szeretnék geometrikus példát hozni, volt egy Riemann nevezető, igen kitűnő matematikus, aki nem óhajtott azt eldönteni, hogy a párhuzamosok találkoznak a végtelenben vagy sem, és írt egy olyan geometriát, ami klasszikus és korszakalkotó volt, mert lemerte írni azt, hogy nem definiált. Tehát nem nulla vagy egy, hanem x. És a Buddha a 16 megválaszolatlan kérdésével ezt ugye azért érintette, hogy csak az istenekről kérdezték, hogy léteznek-e önállóan, objektíve, vagy csak a mi hitünk által. És még egy pár ilyet így megválaszolt. Miért? Mert tapasztalata majd meggyőzi. Tehát ha az ember gyakorol, akkor majd rájön, hogy volt-e Isten az ő életében, vagy van, vagy lesz-e. De amíg nem tapasztalod a saját bőrödön, a saját lelkedben, addig bármely válasz az szerintem azt mondom, hogy üres. Teljesen üres. A bevezetőben említetted azt, hogy a tudatunk és az energiaszintünk, ugye az érem két oldala. Az anyám. És ez meginkább hoz a fejembe, hogyha én most pozitívan gondolkodok, vagy mindenre azt mondom, hogy ez jó, akkor beleviszem az energiámat, hogy ez jó, akkor ez tényleg jó lesz? Vagy ez csak egy ilyen illúzió és önállítás lesz, hogy mit tudom, én belerúgnak a bokámba, és ezeket nagyon fejleszem, hogy de ez jó? Ez hogy van? Pedig úgy tűnt, hogy éltél eleget ahhoz, hogy ezt tudjad már. Mondok egy kínai tanító történetet. Volt Kínában egy sok-sok falu közül az egyik, és ott volt a falunak a legdaliásabb, csinosabb fia, aki a legjobban tudott lovagolni, és kovács volt az apja, és mindenki nagyon büszke volt rá. És azt mondja, milyen jó fiú, milyen fantasztikus, és milyen gyönyörű élete lesz, és biztos a legszebb lányt veszi a feleségét. Egyszer egy nagyon sáros napon, ahogy a lovagolt, a ló megbokrosodott és levetette. Bizonyám, és sajnos eltörte a lábát, és megkérdezte az apját, hát most akkor mi lesz? Hát, ki tudja. Most ez akkor jó vagy rossz a fiának? Eltörte a lábát? Ki tudja. Segény nem gyógyult rendesen, továbbra is sántított, és mindenki sopánkodott, hát egész életében így lesz. Ez borzasztó. Megkérdezték az apját, mit gondol róla? Ki tudja. Egyszer csak kitör a háború, jönnek a sorozóbiztosok, és minden járni és futni tudó legényt elvisznek háborúba. Egyedül a sánta legény marad otthon, és megkérdezték az apját, hogy mégis, hát akkor ez óriási szerencs, hát ez ugye fantasztikus, hogy ez így történt. És az öreg azt mondja,
Ki tudja. Jó, tehát ez azért fontos, hogy az eredeti okozati kapcsolataiban lássuk ezt. Tehát bokárugtak, fáj. Eltört valami? Nem. Ennyi történt. Jó vagy rossz, ezt azért ne használjuk, mert nagyon durva általánosítás, és nem csak, hogy durva általánosítás, nanoszekundumok alatt változhat az egyik polaritás a másikban. Volt olyan, hogy egyik nap megismerkedtél egy fiúval, és a másik héten már látni se akartad? Na hát akkor. Hát akkor ezek így változnak szépen, és ne a jót és a rosszat vegyük alapul, hanem lássuk az okot és az okozatot, ezeknek az irányát, hogy ezek merre mennek, és így megismerhetjük a magunk szokásait, meg a mások szokásait is, és így kellő emberismeretre, és világismeretre, meg önismeretre tehetünk szert. Anélkül, hogy nagyon durván kétbites realitást akarnánk, egy nullát meg egy egyet, és a világ egyik részét be akarom strófolni a nulla alá, a másikat pedig bepréselni az egy alá. Nem, a világ nem ilyen. Mi szeretnénk ezt néha a racionális tudatunkkal, de a kellően felvilágosult ember már korlátozza ezt a képességét, hogy állandóan nullákban és egyekben gondolkodjon. Tehát nem jóban és rosszban gondolkodunk, hanem látjuk a tettet és következményét, az érzelmet és a következményét, a gondolatot és következményét, a beszédet és a következményét. Így ez már egyre sokkal ösztönösebb, intuitívabb lehet, sokkal tisztább lehet, és sokkal nyugodtabb, relaxáltabb lett, mert nem kell állandóan egy felmérhetetlen morális és etikai kódexben neked jónak lenned. Ilyen kódexet nem írtak. Kísérletek történtek, de nagy részüket vagy elégették, vagy könyvtárba tették, vagy nem működik. Tehát nagyon sok a selejt ilyen ügyben. Miért? Nem jó a kiindulási alap. Azt gondoljuk, hogy a gondolatunk az abszolút realitás odakint. Hát nem. Vegyük észre, hogy teremtjük a világot, vegyük észre a világ működését és annak természetét, és akkor meglátjuk azt, hogy ezzel a gondolattal és a kategóriákkal és a címkékkel pontosan mire jutunk. Jó? Köszönöm. Nagyon szíves. Itt volt pár éven keresztül ugye a Cangszen kínai csikung mesterünk. Én úgy érzem, hogy a legnagyobb tanítás, amit kaptunk tőle, hogy kell gyakorol, biztos lesz jó. Egy kicsit a karmikus akadályokról beszélnél le nekem. Mert hogy hód egyszerű az állítás, hogy kell gyakorol, biztos lesz jó, ráadásul működik. Az ember gyakorol jó, nem gyakorol nem jó, ez egész gyorsan meg lehet tapasztalni különben. Mégis egész sokan vagyunk szerintem azok, akik bár tudjuk, hogy kell gyakorol és biztos lesz jó, mégis elég sok karmikus akadály van ahhoz, hogy a mindennapos gyakorlást föl tudjuk venni és tudjuk folytatni. Picit beszélni erről. Igen, ezt a kérdést kell ilyenkor föltenni, hogy miben hiszek. Abban hiszek, hogy fel tudok állni és meg tudom csinálni a gyakorlatot, vagy abban hiszek, hogy most magyarázkodom, hivatkozom, kibúvót keresek, projektálok, panaszkodom, stb. Tehát ahova teszed a hited, oda teszed az energiádat is, és hogyha rossz helyre ment az energiát, mert nem azt csináltad, amit valójában akartál, hanem egyszerűen hormon és szokás vezérelt lettél, akkor valószínűleg nem azt hiszed, amit hinned kellene, vagy hinned lenne érdemes. Tehát ez azért fontos, mert a hit az hegyeket mozgat, de csak akkor, hogyha veled együtt. Tehát rajtad kívüli realitás ilyen szinten, rajtad kívüli hitállomány így valahogy nincs. Tehát mivel azonosulsz, miben hiszel, mit akarsz csinálni? És hogyha a hit, mint hegyeket mozgató erő nem működik, akkor az, hogy valójában mit akarok. Ugyanaz, csak lefordítottam már cselekedetre, hiszen a hitnek az aktív változata az az akarat, amikor az megmozdul. Mert azt csinálom, amiben hiszek. Tehát azt akarom. Úgyhogy én kívánom azt, hogy mindenki rendelkezzen annyi tapasztalattal, hogy kellő prioritást tudjon az életében felállítani, mert a látszategyenlősdire épülő világban pont ezt az érzékszervünket veszítjük el. Magyarul nem látjuk, hogy mi a legfontosabb, mi a kevésbé fontos, és mi az elhanyagolható, és egy feje tetejére fordított és szétzilált világban élünk, mert úgy néz ki, hogy mindennek egyenlő értéke van. És az egyenlő érték az csak annyiban differenciálódik, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz, és mi az, ami nem.
és ezen értékszempontok mellé mentén mozogva eléggé sanyarú létállapotokba tudunk jutni. Tehát állítsunk fel egy normális, világos prioritást magunkban, de nem csak magunk számára, tehát ne csak magunknak dolgozzunk ekközben, hanem igyekezzünk a gyakorlat által megszerzett erényeket felajánlani másoknak, és mások hasznára fordítani. Úgyhogy szerintem a fontossági sorrend, a ráépülő akarat és az amögött álló hit, ez a három az, ami rendbe teheti azt, hogy te előbb-utóbb önjáróan, autonóm módon, saját döntésedből fakadóan gyakorolj, és ne azért, hogy elmondhasd valakinek, aki ezt megkérdezi tőled, hogy igen, gyakoroltam, és akkor te ezzel beleestél a teljesítmény kényszeres pokolba. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy egy önálló autonóm döntés szülessen, és az, hogy azt csináld, amiben okod van hinni, mert az már megvalósult, hogy azokkal társulsz, akikben bízol. Ez egy bizalmi alapú társaság, nem egy érdek, félelem vagy egyéb alapú közösség. Ezért is jó veletek most itt lenni, és a darmát ugye a felszíne hozni. Tehát ha egy ilyen minőségű társulás van, akkor legyen egy ilyen minőségű tudat előbb-utóbb belül benned is, amely nagyon világosan látja azt a fontossági sorrendet, amitől te önjáró és autonóm ember leszel. Ez a spirituális önállóság, ez az egyik legértékesebb dolog, amiről beszélhetünk, mert ezen az úton már nem fogsz letérni arról az ösvényről, amit magadban a legfontosabbnak látsz. És ekkor világos, hogy fölkelsz és gyakorolsz, ha nem, akkor fekve, ha beteg vagy, akkor csak a lélegzetet figyeled, de mindenképpen reggel oda teszed magad, és nem rögtön az entrópiába belemész, hanem szépen központozod, pillanatot letisztítod, mentális törölközővel megtörölközöl, és utána szépen kezded a napodat. Jó? Beszéltél a bevezetőben arról, hogy a gyakorlók számára az a kérdés, hogy megfelelő helyes-e az irányultság. Nem biztos, hogy jól emlékszem a fogalmat. Jól emlékszem. Igazából az érdekelne, hogy akik gyakorolnak és mondjuk helyesen gyakorolnak, tehát hogy hol lehet itt elcsúszni? Mire gondoltál itt? Vagy hogy úgy tud elcsúszni, ha azt gondolja, hogy helyesen gyakorol. Miért kellett széthúzni a harcművészetet és a gyakorlást? Nem tudták a különböző karmákat egyben tartani. Tehát amíg egy olyan magas szintű tudat tanította, mint Bodhidharma, addig ez nem volt probléma. De ugyanezt a szemléletmódot megtanítani egy sokkal durvább karmának, egy nagyon kidolgozatlan léleknek, és gondold el, hogy egy elsajátított harcművészkészséget egyből önérvényesítésre, győzelemre és egyébre használna fel. És meg is történt. Hát a hatodik pátriárkát egy volt katona üldözte. Tehát úgy volt, hogy hatodik pátriárka átadást kapott az ötödiktől, ötödik már tudta, mi lesz, és mondta, hogy menekülj. Éjszaka megkapta a tantot, szevasz. Másfél nap alatt utolérték. És úgy menekült meg, hogy oda tette a Buddha táját és a kassáját a sziklára. A volt tábornok, nem vicc, régi kínai katonák, amikor kiteljesült az idejük, hogyha volt spirituális érdeklődés, és nem akartak ágyban párnák közt meghalni, akkor bementek a kolostorba, és ott folytatták. Egy ilyen csákó fogta magát, utolérte, és a legenda szerint ugye nem tudta a szikláról elvenni ezeket a relikviákat, és akkor megijedt, és azt mondta, hogy fiatalabb testvére, nem akarlak bántani, gyere elő. Te előjöttél volna? Na, a hatodik pártjárka előjött, és erre azt mondta a Hemyong, az üldözője, hogy fiatalabb testvérem, én nem a kassáért és nem a tálért jöttem, hanem az igaz darmáért jöttem. Hatodik pátriárka azt mondja, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az eredeti arcod? És erre döbbenet, felébredés, és azt mondja, hogy hálásan köszönöm ezt a tant, melyet most megkaptam tőled. Van-e még más, amit az ötödik pátriárka kinyilatkoztatott neked? Azt mondja, nem, a tan ebben a kérdésben teljesen megnyilvánul. Erre azt mondja az üldöző, akkor kérlek, engedd meg, hogy hadd legyek a tanítványod. Mire azt mondja Hui Neng, hogy ha ezzel a tudattal élsz, akkor mind a ketten az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk.
Na, itt lehet azt észrevenni, hogy egy pillanat alatt a tudatforma átment, és az, hogy én elkaplak, megöllek, legyilkollak, elveszem, és akkor én leszek a pátriárka, átváltozott egy perc alatt egy szerény, szolgáló, éntelen, önzetlen tudattá. Ezért nem lehetett egybe tartani ezt korábban. Mert nagyon sokszor nem így végződött a dolog. Nagyon. Tehát akkor ebből az következik, hogy akkor a testet egy harcigépe formálni, az egyszerűbb, mint a tudatot kitisztítani. Legalábbis az első gyorsabb, mint a második. Nem egyszerű egyik sem. De az első gyorsabb. A fizikumot azt 5-10 év alatt nagyon komolyan fel lehet fejleszteni odáig, hogy borzasztó dolgokra képes, meg csodálatosra is. Na, a tudatnak ugyanez a mozdulata az nem 5-10 év, hanem hogyha meg akarod alapozni, akkor egyrészt ennyi, meg egy másik 10. És már részeredmények vannak, tehát nem ennyi idő alatt fogod a saját traumáidat gyógyítani, sokkal hamarabb lehet. De egy megalapozott, világos úton járó tudatról beszélünk, amelyik már autonóm és nem tér le, és eleget tapasztalt, az jóval több, mint a test kiképzése. Én nagyon megköszönöm mindegyikötöknek a figyelmet, és Tamásnak az értékes és megtisztelő meghívást, és kívánom azt, hogy minél többet gyakorolhassunk együtt, akár csikungot, akár zen meditációt, akár valami egyebet is, mint a szemétszedés, vagy kertművelés, vagy valami hasonló. Jó, köszönöm szépen a figyelmet!